Szép jó napot ismételten! Nem találkoztunk körülbelül pár napja, azt hiszem szombat reggel találkoztunk utoljára, amikor azt ígértem, hogy egy kicsit rendszeresebben lesz vlog, de aztán mégis lett. Köszönhetem annak, hogy rendkívül összejöttek a dolgok. Viszont egy rendkívüli jó hírrel tudok szolgálni, ugye legutóbbi videóban mondtam, hogy van ez a vonatos csatorna, és kekeckedek azzal, hogy valahogyan 4K-s legyen a tartalom. Na már most konkrétan rájöttem az, hogy mi volt a gond, méghozzá a saját idiótaságom egy kicsikét, hála a jó égnek, ugyanis én természetesnek vettem azt, hogy felveszek egy videót telefonnal 4K minőségben, ugye 3820x2000 valamennyi, most fejből hirtelen meg nem mondom, azt a YouTube teljes mértékben annak alapnak veszi és nem fogja össze-vissza konvertálni. Na már most, a YouTube ezt maximum 1080 pixelbe töltötte fel. Van egy nagyon eldugott beállítás, a csatorna beállítások, általános beállítások, feltöltési beállítások és feltöltés minősége folyamaton keresztül, ahol be lehet állítani, hogy eredeti minőségbe töltse fel. És így most már végre a 4K Train Videos csatorna tényleg 4K-ba tölt fel. És ennek apropóján egy kis érdekesség, maga viszont a YouTube applikáció lejátszani 4K-ba képtelen. Ezt már csak azért is mondom, mert maga a videó már visszaellenőriztem folyamatos visszanézésekkel, 4K-ba van felrakva. Chrome-on belül, tehát böngészőn belül tudja a 4K-t, applikáción belül viszont maximum 1080 pixelt hajlandó megjeleníteni. Ami azért nem azt mondom, hogy nagyon nagy tragédia, de legalább egy 1440-et engedélyezhetne igazán, és nem pedig egy 1080-at, tehát ugye a 2018-as év mondhatni közepén azért így tessék YouTube egy picit belehúzni, mert a 4K igenis most már bejött minden napokba. Így összességében csak mai nap erről szeretnék szólni. A csatorna linkjét, hogyha érdekel titeket a vasút, és így maga ez az egész, amit csinálok, megtaláljátok majd a leírásba. Mai nap rendkívül sok videóval szeretnék jelentkezni azon a csatornán, és szerintem az este folyamán meg majd streamelek egyet. Hogy még mit, azt nem tudom. De így röviden és tömören ennyit akartam volna, hogy végre megoldódtak ezen dolgok technikai problémái. Legyen szép napotok, én sok videóval jelentkezek még. Sziasztok!